Az Emberi Erőforrások Minisztériuma december 5-éhez az önkéntesek világnapjához közeledve kampányt folytat annak népszerűsítése érdekében. Az akció célja, hogy a tárca állami vezetőinek részvételével felhívja a figyelmet az önkéntes tevékenységek széles körére és az önkénteseket foglalkoztató szervezetekre, intézményekre. Ennek keretében Cunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár önkéntes munkát végző cukrász tanulókkal egy gyermekotthon lakói részére készített és adott át süteményeket. A cukrász kabinetben gyerekek gyúrják, szaggatják, és utána sütik a mézes kalácsot, illetve itt az aulában pedig a kisült mézes kalácsok díszítésére kerül sor. Akik itt az aulában díszítenek, ők 30-an, pedagógusokkal, osztályfőnökökkel, önkéntes pedagógusokkal együtt, a cukrászkabinetben pedig körülbelül 10 diák, mert többen nem férnek be. Az államtitkárasszony először a helyszínválasztást indokolta meg. Mert megyei iskola, mert jó iskola, és mert egyébként is voltak olyan tapasztalataim az intézménnyel kormány megbízottként, hogy jelentős mértékű olyan önkéntes munkát végeznek a fiatalok, amit azt gondolom, hogy ha önkéntességre hívjuk fel a figyelmet, akkor nem csak a személyes példa, hanem olyanok példává állítása is fontos, akik ezt gyakran csinálják, vagy rendszeresen csinálják. És ebben az intézményben azért a gyerekek ezt nem csak alkalomszerűen szokták megtenni, hanem rendszeresen. Az önkéntes akcióban ott volt az iskola két végzős diákja is. Hát ez úgy kezdődött ez az egész dolog, hogy 9-ben 3 évvel ezelőtt a mi osztályunk teljesen önként vállalta ezt a programot az osztályfőnök, Szatmári Zsuzsanna és az igazgatónő Patakin és Lazák Ágnes segítségével. Most mézes kalácsütés történt, mint látható, tehát szívvel, lélekkel tényleg oda tették magunkat a cukrász tanítványok, és most mehet a díszítés. Nem gondolom, hogy annyira népszerű lenne, de szerintem kezd egyre inkább népszerűvé válni. Én úgy gondolom. Ezzel szeretnénk inspirálni a fiatalokat, hogy mi itt vagyunk, és őket is ezzel ösztönözni arra, hogy lehet önként. És kell is. A megsült mézes kalácsok díszítésében az államtitkárasszonynak Schmidt Csaba polgármester is segített. Nem csak gyakorlat és idő kell hozzá, és sajnos nekem viszonylag kevés időm van otthon lenni és a konyhában főzni, úgyhogy így gyakorlatom se nagyon van benne, de a sütésben abban egyáltalán nincsen. A feleségemnek fogom mondani, hogy remélem, hogy belevág egybe, lehet, hogy közösen fogunk, de úgy látom, hogy egyedül kevés leszek ehhez. Én nagyon örülök annak, hogy a államtitkárasszony a megyei intézményeket és ebben a tatabányai intézményeket is a szívén viseli. Én bízom benne, hogy akár az önkéntes munkában, akár a más döntéseknél is ugyanígy szívén fogja érezni Komárom, Esztergom megyét és benne Tatabányát. Nagyon örülünk annak, hogyha államtitkárasszony kvázi hazajön és az országos ügyek mellett szakít időt a megyére is. Neki itt van a választókörzete, és ezért nagyon fontos számunkra is, hogy a kapcsolat az aktív maradjon mind a tatabányai, mind a megyei emberekkel.